Fokozódik a hulladékhelyzet Dombóváron. Mind a városvezetést, mind pedig a lakosságot rendkívül felháborítja, hogy vannak, akik a kommunális és szelektív hulladékszállítás keretében el nem szállítható szemetet az erdő szélén, utak mentén és más nem szabályos, illegális helyszíneken hagyják. A település önkormányzata arra kéri a helyieket, hogy utóbbit a hulladékudvarba adják le. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek vannak a város számos pontján, de rendkívül sok problémát okoz nekünk az, hogy ezeket az állampolgárok nem rendeltetésszerűen használják, tehát a szemét az nem csak a gyűjtőedényzetekbe kerül, hanem mindenhová annak környezetében is, illetve a gyűjtőedényeket sem rendeltetésszerűen nem a megfelelő hulladék nem meg szerint elkülönítve használják. Az edényzeteket a szolgáltató üríti, de a környezetüknek a tisztántartása az a város feladata, a város cége takarítja, de amint ez megtörténik időről időre, gyakorlatilag másnap, két nap múlva ugyanaz az állapot fogadja az arra járókat, és ebben szeretnénk egy kicsit a lakosság segítségét kérni, mindannyiunk érdeke, hogy ezek a gyűjtőszigetek tiszták és rendezettek legyenek, hiszen itt élünk, mindannyian látjuk ezt, és ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy mindannyian megfelelően használjuk, a keletkező hulladékot megfelelően szabályszerűen gyűjtsük, és erre egyébként rendelkezésre áll a egyéb hulladékok tekintetében a kaposzekcsői hulladékudvar is, ami nyitvatartási időben fogadja a háztartásokban keletkező hulladékot, tehát azt gondolom, hogy van megfelelő hely, ahol ezeket a hulladékokat el lehet helyezni, és akkor a környezetünk egy kicsit rendezettebb lehet. Nagy gondot okoz az is, hogy a városban a lakosság egy része nem rendeltetésszerűen használja a kihelyezett szelektív kukákat. Különböző hulladékok gyűjtésére alkalmas konténerek kerültek kihelyezésre, műanyag, papír, üveg, hulladékot is lehet gyűjteni, de sajnos nem csak az abba való hulladék kerül bele, hanem minden egyéb más, akár kommunális hulladék, építési törmelék is, ami ugye a szolgáltatónak is egy problémát okoz, hiszen ezeknek a válogatása utána rendkívül nehézkes. Természetesen ez rontja a város látképét, rendkívül sok lakossági panaszt is kapunk emiatt, hiszen azért a jó érzésű többséget ez zavarja, minket is zavar, de minden erőfeszítésünk és óriási eszközöket mozgatunk meg ebben, de gyakorlatilag ez egy szélmalomharcnak tűnik jelenleg, ezt mi a lakosság nélkül, a lakosság magatartásának változása nélkül nem tudjuk megfelelő módon kezelni. Korábban több szelektív hulladékgyűjtő szigetet megszüntettek már a városban, a gyűjtőhelyek nem megfelelő használata miatt. Jelenleg is több gyűjtőponton vannak állandó problémák. A közelmúltban azokon a helyszíneken, ahol gyakorlatilag a napi jelenlétünk ellenére napról napra ismétlődött a probléma, ott szüntettünk meg ilyen szelektív szigetet. Ott ez a problémát megoldani látszik, hát hiszen még vannak egyéb helyszínek, ahova vihetik. Nem cél az egyébként, hogy valamennyi ilyen szigetet megszüntessük, hiszen azért ennek van célja, és van olyan haszna, ami mindenkinek hasznos lehet, de azokon a helyszíneken valóban megszüntettük két helyen, és ahol ez kezelhetetlen volt. A városüzemeltetési iroda vezetője elmondta azt is, hogy a hatóság a jövőben is fokozottan fellép a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék birtokosaival szemben, a város tiszta és esztétikus képének kialakítása és fenntartása, valamint a városban élők egészsége, továbbá a környezet védelme érdekében. Az illegális hulladék elhelyezés bírságot von maga után.